A két pécsi fiúcsapat játszik éppen a kézilabda diákolimpia megyei döntőjén. Lányoknál a Babics, a Janusz és a Mohácsi Kisfaludi, fiúknál pedig a Janusz, a Lővei és a Komlói Nagy László gimnázium gárdája vett részt az 5.-6. korcsoportosok számára kiírt kézilabda diákolimpiai bajnokság megyei fordulóján. Az elmúlt évekhez képest kicsi visszaesés tapasztalható volt. A lányoknál ez a 3 csapat nevezett összesen, a fiúknál ott kellett selejtezőt játszani, 5 csapatból alakult ki gyakorlatilag ez a 3-as döntő. Miután itt azért igazolt játékosok játszanak, akik hétről hétre a nemzeti bajnokságban megméretik magukat, azért itt kemény jó csaták vannak mindig. A fiúknál valószínűleg a Komló fogja megnyerni, tehát évek óta ők a meghatározók és a dominánsak. A lányoknál ott változott, tehát ott akár a Babics is nyerhet, de akár a Mohács is. Magyarországon az egyik legnépszerűbb labdajáték a labdarúgás után. Pécsen sajnos nem ez a helyzet. A megyében talán igen, de inkább a vidéki bázisoknál. Megint csak ketté kell választanom. Ha a megyét nézem, akkor úgy gondolom, hogy elég jó utánpótlás képzésről van szó. Ha Pécs városát nézem, akkor gyakorlatilag a kézilabda egy kicsit most a mind körülményeit, mind a bázisát tekintve. A középiskolások jó színvonalú, pörgős meccseket játszottak. Itt nagyon komoly mérkőzések vannak, általában elég szorosak, csupa igazolt játékossal rendelkező, ugye ez az a korosztály, korcsoport, ahol játszhatnak igazolt játékosok, úgyhogy Komlóból is hát nyilván az összes serdülő játékos szinte ott lesz, és a pécsi csapatoknál is, a PSN ZRT-ből, Peacból vannak itt játékosok, úgyhogy komoly, kiélezett mérkőzések vannak, igen. Szerintem idén jó eséllyel indulhatnak, mert PSN ZRT is és a Komló is első osztályban versenyez. Tehát a játékosaik nyilván igaz, hogy itt nem komplett csapatok, hanem szét osztanak, de első osztályú játékosok vannak a csapatokban. Úgyhogy én szerintem, hogyha tudnak melléjük rakni még olyan pár játékost, akivel csapat lesz, akkor akármilyen eredményt is el lehet érni. Tehát jó színvonalas eredményt reméljük, reméljük. A mohácsi lányok már melegítenek a Janusz elleni találkozóra. Nagyon összeszokott, mert mindannyian egy csapatba játszunk, és nyerni jöttünk természetesen, tovább szeretnénk jutni az országosra. Idén nagyon erős csapatunk van, mert ugye mindannyian együtt játszunk. Igazából minél tovább szeretném ezt folytatni, amíg csak lehet. Ha esetleg valaki szerződtetni szeretne, akkor nem állok ellen, de ameddig tudom csinálni. És ugyanezt tudom elmondani, mint a Zsófi, hogy nyerni jöttünk ide, és nagyon összeszokottak vagyunk, mivel ugye egy csapatban játszunk, és nyerni jöttünk. Én elsőskorom óta kézilabdázok, azaz 8 éve, és én is szeretnék minél magasabb szintre eljutni, akár válogatott, vagy első osztály. Az országos elődöntőre a várakozásoknak megfelelően a két vidéki csapat, lányoknál a Mohácsi Kisfaludi Károly, fiúknál pedig a Komlói Nagy László gimnázium jutott.